A magyar és a testvér népek őstörténete Írta professzor Csolnaki Jenő volt Kolozsvári Egyetemi Tanár előadásai nyomán professzor Szilvai Gyula, a Cikurat Akadémia rektora. Kiadás a hídfő baráti körének kiadása San Francisco. Tátum nélkül. Előszó. A magyar nép és a testvérnépek őstörténelmével eddig már több neves tudósunk foglalkozott. Ezek mindnyájan megegyeznek abban, hogy ezek a népek egy közös forrástól, a magyáktól származnak, és ugyancsak megegyeznek abban, hogy nem vagyunk egyedül. Őseink eredetére, állami és törzsi szervezetére, családi, gazdasági és politikai életére vonatkozóan ebben a könyvben fogok választ adni. A vonatkozó adatokat Csolnoki professzornak, Mácsai lengyelnek és nekem nehéz volt összeszedni, mert amit az egyik kor összegyűjtött, azt a másik elpusztította. Annál inkább meg kell tehát becsülnünk és értékelnünk azt a keveset, ami a sok vihar ellenére még megmaradt. A külföldi krónikák, a szent könyvek, és egyéb történelmi kútfők majdnem hiánytalanul állnak rendelkezésünkre. Ezekből pedig a tudomány már is rekonstruálta népünk nemes származását, kultúránk magas fölényét és több ezer esztendős történelmünk dicsőségét. A világ egyetlen népe sem tudja őstörténelmét annyi hiteles adattal alátámasztani, mint a magyar népek. Míg a világ legrégibb népei is csak a Krisztus utáni időkből rendelkeznek hiteles történelmi adatokkal, addig az ős magyar történelem legalább tízezer esztendőre megy vissza. A mai nagy népek legfeljebb ötezer éves adatai eltörpülnek a magyák történelmi adatainak régisége mellett. A világ egyetlen népe sem tudja történelmét az özönvíz előtti időkre visszavinni, mint mi Magyák. És, mint említettem, a világ egyetlen ma élő népe sem tudja történelmét úgy dokumentálni, mint mi, magyák. Hogy ezek a történelmi adatok eddig nem jelentek meg a magyar történelmi könyvekben, az egyáltalán semmit sem von le ezek értékéből. Például az egész világ elismeri Körösi Csoma Sándor kutatásainak szenzációs értékét, bár a Magyar Tudományos Akadémia még a mai napig sem adta ki azokat, hanem dohos pincéjében, ládákba zárva heverteti őket. A mindent átfogó és hatalmas jelentőségű turáni eszmével már a Krisztus előtt 2207. esztendőben a kínai évkönyvek is behatóan foglalkoznak, amelyek különösen a hunokról emlékeznek meg. Ezekre értékes adatokat talált Lászlófalvi Velics Antal a Shanghai jezsuiták könyvtárában. A római és görög történetírók, mint Priscus, Hieronymus, Herodotus, továbbá a Hepidan és a Marius krónikák mind foglalkoznak őseink és a rokon-turáni népek kérdéseivel. Moody, bombéi egyetemi tanár, aki 1923-ban Budapesten is tartott előadást, 50 évig kutatta őseink történetét, és munkáját 62 kötetben írta meg. Kútforrásul a Zend a Zachnámét, a Kalidása és a Vishnu Purána nevű szent könyveket használta. A turáni törekvések, mint kidolgozott terv már 5000 esztendős múltra tekinthet vissza. A babilóniaiak Krisztus előtt 2500 körül a hunoktól kaptak cserébe szelidített lovakat, mely lovak 500 évvel később az ugyancsak turáni higszaszok révén kerültek Egyiptomba, és vetették meg alapját a híres arabsz lótenyésztésnek. Mezopotámiában az első világháború utáni években az angolok, Későbben pedig az amerikaiak ásták ki a turáni eredetű sumír városok romjait, csillagvizsgáló obszervatóriumait, cikkurat, és kőbe vésett könyvtárait, melyekhez hasonlókkal kizárólag csak az ős kínaiak rendelkeztek, akik szintén turániak. Az etruszk kultúra, mely a római műveltség alapja, a Rómában kiásott etruszk sírkövek írásai feltűnően egyeznek az ősmagyar rovás betűivel, és a pelaszg műkénei kultúra, melyből a görög műveltség származik, szintén turáni eredetű. Mi, turániak tehát jogos büszkeséggel tekinthetünk vissza a múltunkra, melyhez hasonlót csak igen kevés nép tud felmutatni. Amikor a mi turáni rokonaink Kínában már tudományos és szépirodalmi könyveket nyomtak, megelőzve sok ezer esztendővel a német Gutenberget, és sejemre nyomott újságot szerkesztettek, a papírost az egyiptomiak csak sokkal későbben fedezték fel, amikor a szumír tudósok másodfokú egyenleteket fejtettek meg, és amikor az újkori régészek hivatalosan megállapították, hogy az úgynevezett Pitágórasz tételt nem Pitágórasz fedezte fel, hanem ő azt csak az ásatások során napvilágra került kőtábláról másolta le. Szóval akkor a turanizmus, mint az eszme már betöltötte az akkor ismert világot, és őseink már fejlett kultúrával és rendezett állami élettel rendelkeztek, akkor az árja törzsek még élő embert áldoztak Votánnak. A nyugati népek a magyarságot igyekeztek mindig háttérbe szorítani, és kis népnek feltüntetni. Ezzel szemben hivatalos népszövetségi statisztikai megállapítás, hogy 1. Európa 31 nemzete között számra nézve a 8. nemzet vagyunk. 2. Hunyadi Mátyás idejében annyi magyar élt, mint angol, és csak a tatárjárás és törökdúlás következtében pusztult és maradt vissza nemzetünk. 3. Az Európában élő 120 nyelv közül nagyságra az előkelő 11. helyen állunk. 4. Az egész világon beszélt 2296 nyelv sorában pedig a 29. helyen. 5. Katonai vitézség, sport, zene népdal, népművészet, tudomány, általános műveltség terén a legnagyobb nemzetek között is a legelsők között sorolunk. A történelem mindig bebizonyította, hogy a poraiból megélemedett főnix madár, a fellegekben szálló turul és a puszták csodaszarvasa elesettségünkben is mindig mellettünk voltak, és felemeltek, ha elestünk, és megmutatták a helyes utat, amelyiken járnunk kell. Ezt a reménysugarat nyújtotta nekünk az 1921. június 10-20 között Mangalorban megtartott, és a történelembe egy csendben megtartott világforradalom címen bekerült kongresszus, aminek az elnöke Rabindranath Tagore, a nagy költő, államférfi és forradalmár, alelnöke pedig Módi professzor és történelem kutató volt az itt hozott határozatok értelmében minden tér idegennek el kell hagynia az általa gyarmati sorban tartott országokat. Ennek a határozatnak az értelmében szabadultak fel az afrikai és ázsiai népek. Az itt hozott határozatok reánk is vonatkoznak. Szilvai Gyula